Óta üresek a padok és tiszta a tábla az iskolákban. A kormány tervei szerint ez április közepéig lehet így, utána újra benépesednek a tantermek. Ha 2,5 milliót eléri az oltottak száma, akkor egy héten belül kinyitnak az iskolák, ez vonatkozik a középiskolákra is, ez a döntés vonatkozik az óvodákra is. A mostani számítások szerint ez azt jelenti, hogy legkorábban április 12-én tudunk nyitni, vagy pedig április 19-én. Ezt mondta Gulyás Gergely csütörtökön. Tegnap este pedig a magyar közlönyből kiderült, a kezdés április 19-én lesz. Ezt ellenzi a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, mert szerintük addig még nem tud kialakulni az oltás utáni védettség. Gulyás Gergely szerint a PDS, idézem, kérésének teljesítése után is a kormányt szidalmazza, és a tanárokat próbálja az iskolák több mint 3 hét múlva esedékes nyitása ellen hangolni. Szerinte az érdekképviselet ellenzéki pártnak képzeli magát. A PDS választmányi tagja ezt visszautasítja, szerinte csak a tagok aggodalmát fogalmazták meg. Fontosabb számukra a másik fél lejáratása, semmint az, hogy érdemben foglalkozzon a felvetésekkel. A PDS természetesen nem törekszik párt babérokra, nem kívánunk hatalmi helyzetbe kerülni. Mi pusztán arra hívtuk fel a figyelmet, hogy amellett, hogy nagyon örülünk annak, hogy végre meghallgatták a kérésünket ennyi hónap után, nagyon fontos lenne, hogy ne tereljenek be bennünket újból az intézményekbe, közvetlenül az első oltás után. Azt mondják, ha a kormány ragaszkodik az április közepéhez, akkor ellenakcióba kezdenek, és akár sztrájkot is szerveznek. Meg is fogjuk szervezni egyébként, hogyha muszáj, hogy hát tömegesen ne menjenek vissza a közoktatásban dolgozók. Azt nem tudják megmondani, hogy szerintük mikor lehetne kinyitni az iskolákat, de úgy vélik, erről később kellene dönteni. A szakszervezet azt is üdvözli, hogy nem csak a tanárokat, hanem minden más iskolai dolgozót is beoltanak. Ehhez viszont az intézményvezetőknek rögzíteniük kell a tajszámukat hétfő éjfélig az Oktatási Hivatal honlapján. Ez azonban nem lesz könnyű, mert a honlap most így néz ki. Éppen karbantartást végeznek rajta egészen 29-én reggel 7-ig. Kerestük a kormányt, írásban azt válaszolták, hogy a dolgozók nagy részének tajszámát már novemberben feltöltötték az iskolák, és már pénteken is lehetett használni a rendszert, szerintük ennyi idő elég a feladatra.